Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket Concertóval együtt. Egy olyan szép darab autót hoztunk ide, már ilyen szépen süt a nap. Egy Nissan Leaf-et fogunk megnézegetni közelebbről. Kínáljuk neki ezt a járművet, ez egy Zero Emission feliratú autó, ugye ez egy tisztán elektromos hajtású jármű, 2013-11. Hóból került ide hozzánk. Összességében 65 000 km futású a jármű, és éppenséggel nem olyan régen feltöltöttem, egy teljes töltés kapott, 100%-ig feltöltöttük, és ha valakinek ugye remélhetőleg sokaknak sokat mond, hát az akkumulátor közel 100%-os állapotú, tehát vannak ilyen kis akkumulátor töltöttséget mutató kis pálcikák, ebből mind a 12 jelenleg is világít rajta, ezt meg tudjuk nézni, meg le is fotóztam tulajdonképpen. Kinyitottam az elejét, és kinyitottam a töltéshez szükséges kis kisebb motorháztetőt, vagy nem tudom minek nevezzem, tehát ezt a kis ajtót kinyitjuk, ide tudunk hozzáférni konkrétan a két töltési lehetőséghez, tehát az otthonihoz ez ezen keresztül, és ez pedig az oszlopról lévő töltéshez szükséges csatlakozó. És van egy kis világítás is, nagyon jó, tehát a sötétbe nem vakon dugdossuk ide bele, hanem ez itt világít nekünk, nem a telefonunkkal világítunk meg ilyesmit. Belenézhetünk ide a motortérbe, hát sokat nem látunk, mert egy nagy darab alumínium tömb van itt előttünk, ugye ez a meghajtását szolgáló elektromos szerkentyű. Most volt nemrég szervizben, különben 19. hóban, látszik, hogy 57.200 km-nél, amúgy ennél a cégnél vették, és ott is, oda is hordták ugye szervizbe. Teljes csend van benne, mert hogy ugye egy álló helyben mit csinálna ez az elektromos motor, semmit nem csinál. A szélvédő, a lámpatestei és a kötfényszóra is teljesen tökéletes és épp. Látható formailag, hogy nem egy átlagos formájú szerkezet, lámpatest is ilyen szépen kilóg a motortérből vagy a karosszériából. Tehát egy ilyen kis meglepetés formájú autó, különleges, egy kicsit nem az átlagos formai elemeket hordozza magán, de tényleg egy valaki szereti, valaki nem szereti, de beleszerethető abszolút mértékben. Főleg abba sok mindenbe, amit nyújt egy ilyen jármű, mégpedig lenne az, hogy például nem kell majd fizetnünk vagyonszerzési illetéket, nem kell kilovatt teljesítményadót fizetnünk, és ilyen nyalánkságokat, és ugye otthon is tudjuk tankolni az autónkat, azaz hát tényleg néhány forintból tudunk majd autózni kilométerenként. A hátuljára is fölírták, hogy zero emission, tehát a szomszédok majd irigykedhetnek, hogy van egy ilyen jó kis környezetbarát autónk, vagy őket is arra sarkalja, hogy nekik is legyen egy ilyesmiük. A tolató kamerája itt látható, ugye van egy jó kis kijelző rajta, sok mindent láthatunk, például a hátrafelé mutató kamerának a képét, és így tudjuk szemmel követni, hogy éppenséggel mi van mögöttünk. Tehát itt a gyári Nissan töltő, ezzel látható, ami végig feltöltötte, amit megtettem előbb, és akkor kis zöld lámpa világít már csak rajta, és tudjuk, hogy akkor tökéletesen föl van töltve. Van egy ilyen kis táskája, ebbe bele tudjuk tenni, benne van egy vonószem különben, egyéb iránt más nem találtok benne. Ez egy jó 3 méteres különben ez a zsineg, tehát ezzel elég messzire el lehet vinni a kábelt töltéshez, amikor szükséges ezt a konnektorba bedugni. Nagyon szép króm díszítésű különben az autónak a kilincsei, és ezt ugye lehet kulcs nélkül is, mert csak ennyi van nálam, és ezzel üzemel is az autó, tehát ha megnyomjuk a gombot, akkor bezár, vagy kinyit. Ugye az összes ajtó, nem csak egy. Minden ablaka elektromosan húzható, vonható, és egy gyönyörű szép, tiszta, plüskárpitos utasteret fogunk itt találni. Ugye van függöny légzsák is, elől légzsák és oldal légzsák mindenhol. Fekete betétek és króm díszítések dobják fel a belső teret, meg hát ez a fantasztikus plüskárpit, ilyen kék cérnával van varva. Ugye kitalálták őket dizájn ügyileg, mert itt ez a Nissan jel is, meg a kerekekben is a kék Nissan jel köszön vissza, mint ahogy itt is. Na nézzük meg a vezetőülésbe, ha beülünk, akkor mit látunk? Itt egy Leaf feliratú szőnyeg, hibátlan újszerű ülés, kárpit, bal kész felől az összes elektromos ablak, az elektromos tükör kezelői, és innen tudjuk kinyitni például a kis tankoló nyílásunkat ott elől. Ez egyéb iránt menet stabilizátor találunk itt még, és kormányról vezérelhető gyári zenét.
Az Eco gomb alatt pedig tudunk spórolni még a kilométerekkel, mert hogy ő megmutatja, hogy mennyit tudunk vele spórolni. Tehát elég, hogyha van egy kulcs itt, és ezt a kis gombot megnyomjuk. Azt mondja, hogy nyomjam a féket is. Megjelenik itt a Zero Emission felirat. Csingilingizik minden. Hát a lényeg az itt is, mint az összes autónál, hogy ha elalszik minden, akkor minden rendben is van. Most láthatjátok, hogy 63.541 kilométert futott az autó, 100%-os töltöttséget mutat még, és ugye 90 kilométert megtehető, ugye, amit meg lehet tenni azzal a energiával, ami itt benne van, és ez 12 darab kis pálcika, ami ott ugye mutatja a töltöttségét az autónak. Amikor föltöltöttem, akkor 97 kilométert írt ki, tehát teljes töltöttségnél 97 kilométert megy el. Van egy ilyen kis Eco gomb, ha ezt megnyomjuk, akkor rádob még egy kicsit. Most 94-et ír ki. Előbb már ugye próbáltam az autót, kimentem egy kis próbaútra. Nagyon kellemes, nagyon jó vele autózni, rendkívül csendes, nagyon finoman kezelhető benne minden. Mutatja, hogy használjuk az energiát, mutatja, hogyha visszatöltünk, ugye fékezéskor, lassításkor, fönt pedig a kilométer per óra, külső hőmérséklet és óra, világít ez a piros háromszög, mert nem vagyok bekötve, ő érzékeli, hogy én beültem, és nem kötöttem be magam. Ez egy ilyen kis furfangos frigyes mester, bekötöm magam, akkor kiaudt ez a kis emberke, és az a kis piros lámpa ott fönt kiaudt. Tehát mostantól kezdve akár mehetnénk is, ezzel a választó kapcsolóval kiválasztjuk azt, hogy előrefelé szeretnénk menni, vagy pedig hátrafelé. Ezt itt meg is mutatja, ott például az R betűt látjátok. Ha előre mennénk, akkor pedig ez a D betűt mutatja. Ha R betűt nyomunk, akkor ugye ez a navigáció átvált a hátrameneti képre, tehát most rögtön át is teszi ugye a tolató kamerára. Amit itt található, ugye ezen a nagy képernyőn, mint látva a navigáció, a CD, a rádió, a zene benne, amit tudtok ugye összecsatlakoztatni, még AUX csatlakozóval is, ugye lent itt látjátok, ülésfűtés is van benne, és a komplet menürendszer az pedig ugyanígy érintő képernyővel innen lehet elérni mindenféle információt a járműről, az akkumulátor állapotáról, a töltöttségről, meg minden, a klímáról, minden itt látható. Amúgy a klímája itt van, ezt nem mondtam, mert bluetoothos ugye a rádió. Gyönyörű fekete betétek végig, itt a középkonzolon is, és minden oldalsó részen, a kromdíszítéssel és a gombokkal. Itt látható, és szerintem dögös, jó kitalálták, illetve van itt egy napszemüveg tartó, amiben bele tudjátok tenni a szemüveget. Ez egyéb iránt még van benne tükör mindkét oldalon. Na szóval tulajdonképpen, ha akarnék, akkor mehetnék fel, de már kipróbáltam. Itt van mellettem a két darab kollégám, Feri és Peti. Friss műszakival kínáljuk, mint látjátok. Erő van benne, tehát nagyon szépen elindul az autó, élmény vele kocsikázni, és itt látható, hogy 13-15-én helyezték forgalomba, megvannak a könyvei, gépei, minden dolog, ami az autóhoz tartozik, itt van. Tehát egy rendkívül, szerintem egy hibátlan, nagyon szép kis autót mutattam nektek. Aki gondolkodik elektromos autóvásárlásba, ne felejtse el, hogy az M3 autóparkban egy gyönyörű, szép, hibátlan szervizel, 63.000 kilométert futott, 100%-os akkumulátor teljesítmény rendelkező Leaf a várja az új gazdáját, például őt. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy nyomtok egy ilyen jelet a videó végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, és gyertek el hozzánk. A viszontlátásra!